lassan 3 évtizede küzd a magyar állam azért, hogy a SZEUZ-ok kincseket visszaszerezze. Jelképes története ez az elmúlt 30-40 esztendőnek itt ebben az országban. Részben annak az érzelmi tradíciónak, hagyománynak a szimbóluma is, amelyet Csorba főigazgató úr szóba hozott. Nekünk magyaroknak, akiket sokszor ér sokféle megjegyzés, hogy vajon mi milyen mértékben vagyunk Európa részei, hogyan tartozunk ebbe a közösségbe. És mi képesek vagyunk Szent István államalapítása után 1000 esztendővel is azon vitatkozni, hogy vajon most mi finnugor nép vagyunk, vajon turániak vagyunk, vagy mióta és miképpen kerültünk mi ide. Tehát ez a vita a hétköznapjainkat behálózza. Nincs olyan nap, hogy ezzel kapcsolatban tudományos értekezés, kulturális vita, esetleg politikai vita ne zajlana. Egy ilyen országban és egy ilyen nemzet számára különösen fontos az, hogy ahol él, az mégiscsak egy kultúrtáj, méghozzá a világtörténelem és a világ kulturális történetének egyik legfontosabb momentumában vagyunk részesek. Ez a tárgyi emlék, ez a tál együttes, a SZEUZ-ó kincs jelképes szimbóluma és bizonyítéka annak, hogy van helyünk Európában, nem kell magyaráznunk az európaiságunkat, nem kell állandóan kompenzálnunk, hogy de igenis mi európaiak vagyunk. A SZEUZ-ó ezüstök saját műfajukban koruk művészetének csúcsdarabjai voltak. Ma a világ kulturális örökségének kiemelkedő művészeti alkotásai közé tartoznak. SZEUZ-ó kincs itthon van Székesfehérváron, vagy talán úgy helyesebb, hogy azt mondom, hogy hazajött Fejér megyébe. Talán a taps is jelzi azt, hogy ez milyen fontos ennek a megyének, milyen fontos ennek a városnak, és milyen fontos mindenkinek, aki hosszú-hosszú évtizedeken keresztül foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Örült annak, amikor a kormány bejelentette, hogy a megvásárlása megtörtént, és haza térnek a kincsek Magyarországra, és óriási megtiszteltetésnek tartotta, amikor kiderült az, hogy Székesfehérváron kerülnek először múzeumi körülmények között bemutatásra. Elsimon László képviselő úrnak, államtitkár úrnak jár ezért a köszönet, aki kezdeményezte nálam, hogy együtt a várossal éljünk a kormány irányába egy ilyen megkereséssel, Varga Tamással közösen. A 19. század legnagyobb magyarjai is többek között azt érezték, hogy azért jó magyarnak lenni, mert itt a földből római emlékek bukkannak elő. És amikor a magyarok aztán Rómában jártak, akkor ugyanez a kapcsolat, a magyar szívet dobogtatta meg, amikor például a Monumentum Ancyránumot ott nézegették Augustus sírjánál, és ott Pannonia nevét megkeresik, vagy ha mondjuk a Kapitólium Múzeum nagy udvarában nézik a gyönyörű ókori szobor töredékeket, akkor a Pannoniát ábrázoló nő alakra a reneszánszban rávésték, hogy Ungária. Tehát ez a kapcsolat, ahogy a humanizmus és a reneszánsz aztán megerősített, ez a magyar nemzettudatnak egy alapvető része.